sok szeretettel köszöntök mindenkit a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara Feltőtt Rába köztérségének nevében. A mai napon Feltőtt városával közösen rendezünk egy egészségnapot. Minden évben sor kerül erre a rendezvényre, mindig változó helyszínnel. Ilyenkor igyekszünk a helyi lakosok figyelmét felhívni az egészséges életmódra. Ezzel kapcsolatosan előadásokat hallgathatnak meg, ingyenes szűrővizsgálatokat végzünk, illetve végeznek a kollégáim. És mivel egészséges életmóddal, egészséges ételekkel kapcsolatban folynak most az előadások, ezzel kapcsolatosan hívtunk kiállítókat is ide, akiknek termékeiket megnézhetik, megkóstolhatják az ide ellátogatók. Illetve a nap pontja 16 óra 30 perckor professzor dr. Papp Lajos szívsebész előadása, amiben az egészséges életmódhoz kapcsolódva a szívünkről, testünkről, lelkünkről, a szellemről tart majd egy előadást. Mi a célja egy Sokan kérdezik, hogy mi köze van tulajdonképpen a kamarának az egészségnaphoz. Hát az, hogy vállalkozókat tömörít a kamara, akik szoros kapcsolatban állnak a lakossággal is, és szeretnénk, hogyha ez a kapcsolat még szorosabb lenne, illetve szeretnénk, ha a kamarát erről az oldalról is megismerhetnék a lakosok is, a vállalkozók is, hogy nem csak olyan tevékenysége van a kamarának, ami kimondottan a vállalkozók érdekeit szolgálja, hanem az ő testi-lelki egészségüket is, és a lakosokét is. Ön miért tartja fontosnak az egészségnapot itt Feltődön? Én nagyon örülök személy szerint, hogy ez létrejött. Tudok olyan falvat, várost is, ahol az önkormányzat segíti ezt, hogy lehessen ezt megcsinálni. Hát hála Isten, itt sikerült, önkormányzat nélkül, ha jól tudom, és nagyon jó, mert különféle szűrések vannak, ahova végül is nem mindenki menne el kórházba ide-oda, mert vagy pénzbe kerül, vagy nem érek rá, vagy bármi, ami miatt, ugye mindig vannak nem, és itt egy helyben ezeket, hogyha óhajtják a kedves fertőtődő emberek, akkor meg lehet oldani. Nos, akkor megkezdenénk. Szép estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Feltőtt város, illetőleg a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat. A mai délután az leginkább az egészségről, az egészség megőrzéséről szólt. Akik a délután folyamán ellátogattak, azok különböző szűréseken vehettek itt részt, illetőleg finom és egészséges ételeket kóstolhattak, megismerkedhettek azokkal a termelőkkel, akik ezeket előállítják nekünk. De most úgy érzem, hogy elérkeztünk a mai délután csúcspontjához, és öröm számomra, hogy immáron másodszor köszönhetem körünkbe dr. Papp Lajos szívsebész professzor urat, aki az elkövetkezendő órába egy néhány egészségmegőrző tippet, illetőleg olyan információkat fog nekünk adni, amellyel hosszabb távon is megőrizhetjük az egészségünket, és hát egy másfajta életmódra, egy másfajta gondolkodásra térhetünk át ezzel kapcsolatosan. Én köszönöm szépen, hogy ennyien ellátogattak ide. Ez gondolom nem azért van, mert itt Feltődön, illetőleg a környéken ennyi a beteg ember, hanem talán azért, mert most már valahol a fejekbe kezd bánni az a gondolkodásmód, hogy az egészséget nem újra kell gyógyszerekkel, illetőleg kemikáliákkal előállítani, hanem azt a lehetőség szerint inkább meg kell őrizni, és ezért kell megtenni mindent. Én ezekkel a köszöntő szavakkal rögtön át is adom a szót a mai délután előadójának, dr. Papp Lajos úrnak. Köszönöm szépen! Én először köszönetet szeretnék mondani a Teremtőnek, hogy ismét eljöhettem, és még eljöhettem Önök közé. Köszönöm a Teremtőnek, hogy ilyen sokan időt áldoznak arra, hogy meghallgassanak. Köszönöm polgármester úrnak bevezető szavait a meghívóknak, hogy meghívtak, de nem lesz könnyű napjuk a mai napon. Mert úgy gondoljuk ebben a mai modern világban, hogy mindent meg lehet venni. A boltban, a patikában különböző kütyüket,
amivel úgy gondoljuk, hogy munkanélkül meg tudjuk teremteni az anyagi jólétet, ezért szerencsejátékokat űznek televízióban, ugye küldik az energiát, hogy lehessen gazdagodni, de szomorú hírrel kell kezdenem. Nincs semmi ingyen, és mindenért meg kell dolgozni. Az egészség megőrzéséért is, és gyakran későn és reménytelen helyzetben próbálunk egészséget visszanyerni. Az első és fontos dolog az, hogy én több mint 5000 szívet tartottam a két kezemben. A szív műtétek során a szívet 1-2 fokra lehűtöttük úgy, mint önök otthon a hűtőszekrényben a húst, az egész testet 20-22 fokra, de van olyan műtéti típus, amikor az egész testet 4-5 fokra lehűtjük. Ebben az állapotban semmiféle eszközzel, semmiféle életjelet, még sejt szinten sem lehet elvezetni a testről. Én abban a világban nőttem fel, mint itt a hallgatóság nagy része, az őszhajúak, amikor nekünk azt tanították középiskolába, egyetemen, hogy a lét határozza meg a tudatot, az anyag határozza meg a szellemet és lelket. Én olyan családból származom, ahol neveltetésem okán és gondolkodásom nyiladozó elméjével én nem hiszem az Istent, hanem tudom, hogy van. Tehát eleve meghatározza azt, hogy én hogy állok az emberhez. Úgy képzeljék el az egészséget, mint egy háromlábú széket. Test, lélek, szellem. Mindegy, hogy melyik láb törik el, a szék felborul, ha bármelyik rész károsodik. De ezek a szellem, a test és lélek nem csereszabatosak. Tehát nem lehet léleksebészettel testet gyógyítani, és nem lehet agyműtéttel a lelket gyógyítani. Önök közül talán nehányan tudják, hogy a második világháborút megelőzően Szovjetunióban már használták a gulágot, azt követően pedig talán önök közül néhányan családilag is érintettek, hiszen Málenki robotra 800 ezer honfitársunkat vitték el, és ebből 200 ezeren ott haltak meg az szovjet Oroszország valamelyik táborában. De nehogy úgy gondolják, hogy a helyieknek jobb volt, mert akit nem vittek el gulágra, és ellentmondott annak, agyműtétet végeztek. Mégpedig, aki renitens volt, másképp gondolkodott, annak úgynevezett frontális leukotómiát végeztek, arra hivatkozva, hogy a lelkét gyógyítják agyműtéttel. A frontális leukotómia azt jelenti, hogy fölvágták a csontos koponyát, és átmetszették a homlok lebenyhez futó idegszálakat. Ettől a műtéttől megfosztották az egyént az emberségétől. Na, ő nemhogy nem politizált, hanem nem is beszélt ezt követően. Ezért mondom, hogy a történelemben, és nem csak Szovjet-Oroszországban, hanem a világ minden táján használtak bizonyos dolgokat, önök közül nagyon sokan tudják, hogy bizonyos lelki betegségeket, pszichiátriai betegségeket hogy gyógyítottak? Elektrosokkal.
Tehát a koponyára tett elektródákkal sokkolták az agyat. Ennek elvi megfontolása az volt, hogy egyszerre minden ingerületet, elektromos áramot kiütnek, és majd helyreáll a helyes úton. A szív sebészetben, amikor lehűtjük a szívet, majd felmelegítjük, akkor a szív, mint a kis madár, amely télen megfagy és lehullik az ágról, és hogyha még nem halt meg, ha betesszük a kabátunk alá, merengetjük, akkor egy idő után elkezd remegni a kis madár, és ha kellő türelemmel vagyunk, akkor feléled. A szívnél is melegítettük a szívet, és elektrosokkal indítottuk a szívet, ami nem indítás, hanem az összes áram megszüntetése volt. Ez azért kell tudni, hogy ez egy ugyanúgy, mint minden erőszakos behatolásánál, agysejtek milliói haltak meg egyetlen egy elektrosoknál, és minden úgynevezett szívütésnél, defibrillációnál, szívizom sejtek ezrei milliói haltak meg. Az emberi test a mai tudásunk szerint körülbelül 300 milliárd sejtből épül fel. Az agykoponyánkban van, az agyban ebből 200 milliárd. A szív izom 5-6 milliárd sejtből épül fel, de, és itt most már praktikus dolgokat kezdünk, ha az agyunk elfárad, mit teszünk? Elalszunk. Ha izmaink elfáradnak, megpihenünk. Ha a gyomor bélrendszer túlterheljük erős étellel, alkohollal, mit teszünk? Nem eszünk egy-két napig, diétázunk. Pihentetjük a szerveinket. Mikor pihen a szív? Ez egy kérdés. Mikor pihen a szív? Míg mielőtt válaszolnának, a fogantatás harmadik hetétől a szívcső, amikor még mikroszkóppal lehet látni a pici születő életet, már az elemi szívcső elkezd pulzálni, összehúzódni. És meddig kell a szívnek rendszeresen összehúzódni? Életünk végéig. Egy év alatt a szív 50 milliószor húzódik össze. Számítsák ki a 60-70-80 évesek, hogy hányszor kellett a szívnek pumpálni a vért. Mikor pihen a szív? Két ütés között. Miért fontos ezt tudni? Mert minden, ami a szív ütemszámát, a pulzust növeli, minden, ami a vérnyomást növeli, az az életet rövidíti meg. Mi az, ami a szív ütemszámát növeli, és a vérnyomást emeli? Az anyagi részül a fizikai munka, aktivitás, de ott van jótékony hatás, mert kitágulnak az erek és az anyagcsere fokozódik. Mi van a szellemi és a lelki terhelésnél? Emelkedik a pulzusszám, emelkedik a vérnyomás, a szívmunkája fokozódik, de semmit nem kap cserébe. Az Amerikai Egyesült Államok az egész világra szóló felmérést végzett, a legfőbb betegségek kialakulásában és annak halálozásában. Így szív-érrendszeri betegség, szívinfarktus, agyvérzés, magas vérnyomás, cukorbetegség, rák. Az első ötöt említettem. Mit gondolnak, hogy mi a jelenlegi felmérés szerint a
súlyos betegségekhez vezető első ok. Az első. A stressz. Magyarul a feszültség. Mégpedig mi érdekes? A családba előforduló stressz. Ő van első helyen. Ott vagyunk legtöbbet, ott vannak a konfliktusok. Együtt élnek fiatalok, idősebb korosztály, férj, feleség, gyerekek. Ezért fontos tudni, mert ha tudják, hogy mi okozza ezen betegségeket, akkor tudnak ellene tenni, de ehhez valamit meg kell szívelni. Azt javaslom, ha házaspárok vannak itt, ugye igen gyakori, én is gyakorló házas ember vagyok, 46 éve vagyok házasságban, ugyanazzal az asszonnyal, tehát ez nagyon fontos. És tudom, hogy két ember életében nincs konfliktus szünet, mert folyamatosan termelődnek, aki dolgozik, akinek gyereke van, aki ebben a világban él, de az esetek nagy részében mi vagyunk az okozói. A házas párok milyen dolgokon veszekszenek? Csak érdekességként mondom el, hogy a háború alatt nem volt feszültség a házas párok között, mert miért kellett dolgozni? Az életért, az élelemért, a holnapért. Most ráérünk. Ráérünk tévét nézni, és veszekszünk, hogy ki mit hallott, kinek van igaza. Javaslom, hogy ilyenkor, amikor összekapnak, menjenek be a fürdőszobába. Nézzenek bele a tükörbe. Milyen az arcuk? Piros. Megmérik a vérnyomást. Mekkora vérnyomás? Hát fent van 170-180, ha előtte is magas volt, 200. A pulzus szám, pörög a szív. És ez megoldódik? A mi kultúrvilágunkban már nem illik verni az asszonyt, ezért nehogy azt gondolják, hogy viccelek, mert én a 8. kerületben laktam, és tudják, ott körülbelül 35-50 ezer cigány ember él. És mentem haza egyik este, általában 10 óra körül, és látom ám, hogy ott van a... Onnét tudom, hogy a Lajos volt a férfi, mert a Julcsa kiabált, hogy jaj, Lajos, ne várj, én már... Látod, már órán száján folyt a vér. Egy ideig elnéztem, majd oda mentem a Lajoshoz, mondom, Lajos, én is Lajos vagyok, hagyd már abba szegény Julcsát, ott vannak a gyerekek, ott sírnak, Julcsa meg sipákol. Lajos abba hagyta. De Julcsa odaugrott hozzám, és a következőt mondta. Magának ahhoz semmi köze, hogy engem a férjem ver, maga ne szóljon ebbe bele. Ez a konfliktus helyzet kettőjük között megoldódott. Lajosnak is, mert ideges volt, Julcsának is, mert a fájdalom és mindaz, ami történt, az a konfliktus helyzetet megoldotta, a stresszt levezették. Én 1984-85-ben az Amerika Egyesült Államokban, Bostonban, Harvardon kutató professzorként voltam meghívva, és még az elején egyik alkalommal szól a professzor társam, hogy ne haragudjál, nekem ma el kell menni, mert megyek a stressz szobába. Mondom, hova mész? Hát a stressz szobába. Mondom, az mi fánterem? $5 be lehetett menni egy szobába, és műanyag edényeket lehetett a falhoz verni. Levezetni a feszültséget. $20 porcelán edényeket lehetett csapni a falhoz, mert az recseg, ugye hányan vannak, amikor már nem bőrje tovább, és odavágja a porcelán tányért. De a mai modern ember az fizikailag nem bántja a másikat. De kérem, hogyha Budapesten járnak, nézzék meg most is a kapuk alján a
az úgynevezett utcaemberek, a glosárok, a szerencsétlen lakás és élelem nélküliek, hány százalék a férfi? Hallgatom. 98 százalék a férfi. És megint nagyon fontos dologhoz értünk. Melyik a gyengébb nem? A férfi. Ennek genetikai okai is vannak. Aki középiskolába járt, az tudja, hogy a nő az két X kromoszóma, a nemi kromoszóma, a férfi pedig egy X és egy Y. Magyarul, hogyha az X-nek az egyik lábát elveszik, abból Y lesz. Ha a kocsmaasztalt két X lábra teszik, az stabilan áll. De ha az egyik X lábat kiterik, akkor billeg az asztal. A férfi a gyengébb nem, a nő a gyengéd nem. A genetika után nagyon egyszerű, a világ minden táján, fehéreknél, sárgáknál, barnáknál, feketéknél, a nők átlagosan 10 évvel tovább élnek, mint a férfiak. Gondolkodtak-e rajta, hogy miért? Pedig a fiúgyerekek száma születéskor 1000-ből 1000 leányra 1007-1008 fiú esik. Nem a háborúkra gondolok, hanem miért halnak a férfiak? Azért, mert az erősebb nem apró kicsi szurkapiszkákkal. Férfiak csak emlékezzenek vissza, hogy milyen tőrökkel tud dolgozni az asszony, és folyamatosan mondja, reggeltől estig, estétől reggelig, a férfi ember pedig, ha primitív, akkor megpofozza. Ugye? Régi magyar közmondás, hogy is szól? Asszony verve pénz számolva, jó? No, azt gondolnák, hogy ez butaság. Nem, de nem ez a megoldás. Én a következőt javaslom. Házaspároknak, családban a különböző generációk vannak, amikor odaérnek, hogy egyik sem enged a másiknak, akkor a gyengébb nem ölelje át a gyengéd nemet, és fejezze be a veszekedést azzal, hogy nem érdekel az igazság. Sokkal fontosabb, hogy én jobban szeretlek téged, mint az igazságot. Menjenek ki, 5 perc múlva mérjék meg a vérnyomást és a pulzust. Döbbenetes gyógyító hatása van. És semmi más nem kellett mondani, hogy jobban szeretlek, mint az igazságot. De érdekes, hogy mi van a második helyen? Mi van a második helyen ezen súlyos betegségek halálozásában? Mondom, a munkahelyi stressz, a munkahelyi feszültség. Ugye ki van szolgáltatva, mert elveszti a munkáját, a főnökének nem beszélhet vissza, szorítja, ott nem szól, hazaviszi, és ott csattan a feszültség. Munkahelyi a második. Amiért itt vagyok, az nagyon érdekes. Miért vagyok itt? Azért, mert a harmadik a nemzet stressze. 9. a dohányzás. 9. 3. a nemzet stressze. A családi stresszt két ember tudja, mindig kettő. Nem egy, mindig kettő tudja mérsékelni. A munkai stressz nagyon nehéz, mert meg kell élni és el kell viselni, vagy munkahelyet változtat, ami nem olyan könnyű. De a nemzet stressze az mindannyiunk lehetősége, hogy csökkentsük. Mert mi a nemzet stressze? Bekapcsolja a televíziót, a jobbik veszekszik a balikkal, a televízióban is úgy hívnak be embereket, hogy két ellenpólus legyen, hogy veszekedjenek, vitatkozzanak. És óhatatlanul hol az egyik mellett, hol a másik mellett foglalnak állást, és valaki veszít. Van egy barátom,
gyerekkori barátom, fiatalkori barátom, az édesapa kommunista volt, és maradt MSZP tag. Az asszony fideszes, a gyerek meg jobbikos. Annak idején, amikor nőtt a gyerek, és ugye jobbikos lett, együtt nézték a televíziót, de összevesztek mindig, hogy melyik csatornát nézzék, meg kinek van igaza, melyik pártnak. Mivel jobb módúak voltak, vett mindenki egy televíziót. Mindenki nézte a saját szobájába a saját televízióját. Igen ám, de ha összejöttek először még vasárnapi ebéd, ünnepi ebéd, és ott is mi volt? Ott is veszekedtek. Ez a nemzeti megosztottság, a párt az részt jelent. Nincs egyetlen párt, akinek igaza van, mert rész igazsága van. Ne feledjék el, egy életünk van, egy Istenünk van, és egy nemzetünk van. Az egy Istenünk van a világon, a magyar nyelv olyan gyönyörűen fejezi ki, több vallás van. Többféle módon valljuk meg Isten hitünket. De alapvetően két nagy csoport van a világon, mióta ember él a Földön. Az emberek egy része hisz Istenbe, a másik része nem hisz Istenbe. Tiszteljék egymást, mert egyik sem tudja a maga igazát igazolni, mert a hit az nem ész, hanem lelki döntés. Aki azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, az kicsit nehezebb helyzetben van, mint az Isten hívők. Miért? Mindjárt mondom. Mert amikor az anyagi világ nem tud segíteni, akkor még a hitetlenek is Istenhez fordulnak. Egy középkorú ember, aki villamosmérnökként élte a mai jól kereső gazdag emberek életét, nyugati kocsi, alkohol, drog, éjszakázás, mulatozás, asszonycsere, feleségcsere, eszébe nem jutott Isten, hanem egy súlyos betegség érte el. A festékes anyajegy, a melanoma malignum, annak az áttétes rákja a mai orvosi tudásunk szerint gyógyíthatatlan. Amikor kiderült, hogy ő neki tüdő áttétes, festékes anyaregyegy rákja van, futott a világba az orvosokhoz. Az orvosok nyugatot is megjárta. Tulajdonképpen csak két időpontban nem egyezett a vélemény. Az orvosok legjobbika azt mondta, hogy fél évet élhet maximum, a másik része közeledett a 3 hónaphoz. Tehát azt mondták az orvosok, 3-6 hónapot élhet e földi világba. Amikor jól megy sorunk, eszünkbe jött a jó Isten, fiataloknak, akik jól látnak, jól hallanak, könnyen fennek fel a hegyre. Eszükbe jut, hogy hálát adjanak azért, hogy nem fulladnak, nem fáj. Látják a messziséget? Nem, ennek az embernek se jutott eszébe eddig. De hát, hol ember már nem segíthet? Akkor fordulunk az Istenhez. De azt tudta ez a fiatal ember, hogy ez nem két mondat, meg két ima, hanem elment az El Camino-ra, ugye az El Camino 960 kilométeres zarándokút. És végig imádkozta a 960 kilométert, és kérte a Teremtőt, hogy segítse meg. 3 év múlva, amikor biztos volt, hogy teljesen meggyógyult, akkor elment másodszor az El Camino-ra, hogy megköszönje a Teremtőnek, hogy az életét visszaadta. És ezen az úton
jött a sugallat, az égi sugallat, hogy hozza létre az első magyar zarándokutat, ami nem más, mint Esztergomtól Mária Gyűdig, a pálosok valamikori templomai szent helyei. Erre az első útra, ez csak 560 kilométer. Erre az útra kértek fel, hogy én legyek az ismert arc, hogy minél több ember jöjjön. Hát olyan 60-an indultunk, 4-en értünk célba. Az El Caminón is olimpiai bajnokok és két vankós öreg emberek és öreg asszonyok elindulnak, és olimpiai bajnokok feladják, és két mankóval végigmennek 80-90 éves emberek. Miért? Mert az olimpiai bajnok erős testbe gyenge lélek, az idősekbe pedig gyenge testben erős lélek van. Ezt azért mondom el, mert nincs lehetetlen. És azt az orvost, aki önöknek időt mond, hogy ennyit vagy ennyit élhet, mert ugye ez az új Amerikából bejött divat, hogy rákos, akkor meg kell mondani, hogy mennyi van neki vissza. Nincs élő ember, aki ezt tudhatja. Egy másik esetet mesélek el. 1992-ben a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem szív- és érsebészeti klinikáját vezettem, és a másik intézet nagyon híres szívsebész professzor egy 42 éves asszonyt operált. De fél év múltán ismételten jelentkeztek a nagyon erős mellkasi fájdalmak, és visszament a professzor úrhoz, aki mit mondott neki, elvégezték a katétert, a vizsgálatokat, mindent, ami ilyenkor szükséges. Mit mondott neki a professzor úr? Asszonyom, önön már nem tudunk segíteni, menjen haza, üljön be a hintaszékbe, hintázzon, maximum fél éve van vissza. Két gyermeke volt, egyedül nevelte. Eljött hozzám, megoperáltam, nem volt könnyű műtét. Az egy éves kontrollnál egy dolgot kértem a betegtől, a műtét után egy évvel, hogy ezentúl minden évben egyszer menjen el a professzor úrhoz, és jelentse, hogy még él. 10 éve sajnos ez már nem történhet meg. Miért? Mert a professzor úr meghalt, a nő még ma is él. Unokái vannak. Ezt azért mondom, mert erős hittel, erős akarattal és az agyunk segítségével, a fizikai létünk átalakításával nincs lehetetlen. De ne feledjék el, ezért keményen meg kell dolgozni. A testnek is, a szellemnek is, és a léleknek is. Mert csak akkor lesz eredményes a gyógyulás, ha mind a három ponton erősen tesznek. Nem tudom, hogy jelenleg a jelenlévők között van-e kolléganő, kolléga úr. Csak úgy bólincson. Rejtőzködők. Nővérek és asszisztensek biztos, hogy vannak. Azért kérdeztem, hogy van-e orvos, mert megadom a hivatkozást. Én egész életemben kutattam a szívkeringés titkait. Ostoba ember voltam, mert azt hittem, hogyha nagyon sokat tanulok, nagyon sok időt, energiát fordítok erre a kicsi szervünkre, 350-400 gram, fél kiló sincs, ahogy mondtam, 5-6 milliárd sejt, ugye ez a 200 milliárd, ez sok, de hát majd csak ezt a kicsi szívet, majd csak megfejtem a titkokat, és mindent elkövettem. 20, most már 25 éve, hogy kialakítottam azt a munkatempót, hogy naponta csak 2 órát aludtam. Nem többet 2 óránál.
mert reggel 7-től este 7-ig klinikus voltam, utána kutathattam este, éjszaka, szabadság, ünnepnapokon. Bejártam a világot. Ausztrálián kívül mindenhol voltam, tanítottam, tanultam, és azt hittem, hogy így 60 körül már megfejtem a szív titkait. Megfejtettem? A világon kevesen tudnak többet a szívről, mint én. De ha úgy tesszük fel a kérdést, és mennyit tud a szívről, keringésről, akkor meg kell mondanom, hogy szinte semmit. Ahogy mondtam, több ezer szívet tartottam a kezemben. Meg tudtam állítani, lehűteni, vágni, varni, de mit nem tudtam? Minden szívet elindítani, mert nem én indítottam el a szívet. Én csak megütöttem. És amikor rájöttem arra, hogy ugyanúgy, mint a kismadárral, ha bánok a szívvel, kezembe veszem a szívet, simogatom, melengetem, szólongatom, és kérem a Teremtő segítségét, a szívek maguktól indultak. Nem kellett megütni. Úgy, mint a madárka először remeg, erősebben remeg, és a kezemben elindultak az ember szívek. Döntő része. Ez a csoda. De nem én indítottam el, én csak türelmes voltam, és szeretettel bántam a szívvel, és kértem a Teremtő segítségét. De, tehát életemben senkit nem gyógyítottam meg. Operáltam, tanácsot adtam, gyógyszert adtam, én nem gyógyítottam meg. De önökbe a Jóisten mindannyiokba, az öngyógyító képesség ott van magukba. De emlékezzenek az írásra? Krisztus nem ment oda egyetlen egy bénához, vakhoz, sükethez. Ha a bénát odavitték, a vak odament, süket odament és kérte az Urat, hogy segítse, mit mondott a bénának az Úr, kelj föl és járj, mert a te hited meggyógyított téged. A hitnek mérhető, laboratóriumban mérhető ereje van. Az immunrendszerük az anyagi világ mellett, ahol élnek, amit esznek, amit isznak, két dolog hat. Én minden influenzánál, amikor kezdődik, mint egy 25 éve leülök, és alkudozom a vírusokkal. Csak úgy megjegyzem, hogy több mint 200 olyan vírus van, ami a megfázás, a felső légúti betegséget okozza. Alkudozom. Nem akarom legyőzni a vírusokat. Nem akarom legyőzni a baktériumokat. Én senkit nem akarok legyőzni, én megbékélni akarok. Mit mondok a vírusoknak? Ide figyeljetek. Ha szaporodtok és magas lázat okoztok, ti is pusztultok és elpusztítotok engem, akkor mindannyian elpusztultok. Egyezzünk ki. Élhettek bennem, de ne vegyétek igénybe ennyire a szervezetemet. A legújabb kutatások szerint az agysejtek nem vezetékrendszerrel beszélgetnek egymással, hanem rezgéssel. És azt gondolják, hogy a rezgés, a jó rezgés nem hat. A jó rezgés még a vizet is megváltoztatja. Emoto Masaruról hallott-e valaki a jelenlévők közül? Emoto Masaru, 1-2 feleség biztos, 3-4-5-6, hála Istennek, 3 könyve jelent meg a japán professzornak magyarul, csak egy dolgot mondok el, utána tudnak járni, és maguk is el tudják végezni a kísérletet.
Amikor először közölte ezt a felfedezést, Masaru mindenki kinevette. Mi volt a közlött felfedezés? Kitett egy pohár vizet az asztalra. 20-25 ember ülte körül, és azt kérte, hogy mindenki, aki jelen van, valami jóra, szépre gondoljon, kellemes zenét hallgattak. Magyarul, a magyar is így mondja, olyan jó kisugárzása volt, jó rezgést bocsátottak ki. Majd ezt a vizet megfagyasztotta, és mikroszkóp alatt nézte. És mit látott? Csodavilágot. Gyönyörű fraktálokat, magyarul gyönyörű szabályos mértani alakzatokat. Hókristály, hó, a hópehet nézték már mikroszkópát, nem könnyű, mert elolvad, de valami gyönyörű elágazódások vannak, szabályos, rendezett, mértani alakzatot. Majd ugyanezzel a társasággal leültette, a vizet kitette, és arra kérte a jelenlévőket, veszekedjenek, bántsák egymást. Erős, fületbántó, lelketbántó zenét sugároztak. Megfagyasztotta a vizet, és a víz semmiféle szabályos szerkezetet nem mutatott. Mit jelent ez? Hogy az önök rezgése még a vizet is meg tudja változtatni. Magyarul, ha valaki felé jót sugároznak, akkor gyógyító erővel bírnak. Ezért az átok, a távol lévő ember és a rezgés nem ismeri a fizikai határokat. Tudományos közlés egy ikerpárnak az egyik tagját Németországban egy atombunkerbe helyezték el, a másik tagját elvitték Kínába, a sivatagba, és az volt a feladat, mind a két embernél tudós csoport volt, és az volt a feladat, hogy a betonbunkerben lévő ember, akinek ott a tudósok ott döntötték el, hogy milyen rajzot kérnek az ikertestvértől, hogy rajzolja le, és az ikerpár másik tagja a kínai sivatagba próbálja azt lerajzolni. Az eredmény időveszteség nélkül, ugye ez több tízezer kilométer távolság. A betonbunker fala, a legnagyobb áthatoló energia, az Excimer lézer 25-30 cm-re tud áthatolni. A több méteres betonfalon, a több ezer kilométeren keresztül a időveszteség nélkül az ikerpár tagja lerajzolta azt, amit a testvér a betonbunkerbe. Saját élményem is van. Amikor az Amerikai Egyesült Államokban voltam, ugye 6 óra az idő eltolódás, itt 6 órával korábban van, este az ottani idő szerint, ugye délután 4 órakor éppen műtétet végeztem, és minden erőzmény nélkül éreztem, hogy baj van. És ott még a műtőben is volt telefon, nem gyakran telefonáltam, de fölhívtam budapesti lakásomat, ahol most ugye 16 meg 6, 22 óra volt. És a bajt, amit megéreztem, az szinte képszerű volt. A fiam és a lányom akkor kicsik voltak. A fiam ugye annak idején alig 10 éves, a lányom 5 éves, és az édesanyjuk orvosként behívták a kórházba, mert olyan specialista volt, amit csak ő tudott végezni. És megéreztem a két gyerek rezgését. Ott zokogtak, mert az anyjuk nem jött meg. Tessék csak figyelni. Az ikerpárok, ha egyik meghal, a másik utána hal.
önök megérzik ezer meg ezer kilométer távolságból az édesanyák, hogy baj történt a gyerekükkel. Megérzik. Milyen csoda, de milyen csoda van a kezükbe ahhoz, hogy gyógyítani tudjanak. Minden ember képes segíteni embertársán, és minden ember, ugye család is tesz, munkahely is tesz, a nemzet stressze, minden rossz az egészségünk rovására történik. A teremnek vagy én nem veszem észre, vagy nincs, van egy nagy hiányossága. Ott egy nagy órának kellene lenni polgármesterül, azért, mert ugye van egy régi magyar közmondás. Ez így szól, aki egy óránál tovább beszél, az egyéb aljasságokra is képes. Ugye én egyetemi tanárként több mint 40 éve hallgatókat tanítottam, és kérek egy pontos időt, hogy mennyi az idő most. Mennyi? A pontos időt, nem annyi. Egy ember mondja. 17:23. Hány perce állok itt? Mióta tartom az előadást? Aha. Később kezdtünk egy 6 perccel, polgármester úr. Megállok a polgármesternél. Kevés beszéd a nagy lelkek titka. De tudják-e, hogy mi volt a nyugatiaknak a vezényszava harcban, háborúban, munkában? Ja, meg a szovjeteknek is jut eszembe. Mi volt? Hát önök úttörőkorukban mit mondtak? Hogy köszöntek? Előre! A francia forradalomtól kezdve ide is átterjedt, Kelet-Európába, előre! Mi volt a magyar vezetők vezéreknek a jelszava? Utána. Bizony. Azért halt meg Árpád a csatatéren és három fia, mert a vezér ment elől, a vezérnek kell legtöbbet vállalni, legtöbbet dolgozni, és azt kell mondani a vezeteteknek, hogy utána. Ezért örülök, hogy jelen van a polgármester. Mert ezzel jelzi, hogy fontosnak tartja, és utána a jelszó. Az a vezető, aki ezt betartja. Én tudom, hogy túl vagyok az 50 percen, és sokan azt mondják, hú, hát én nem ezért jöttem el, én szeretnék hallani okos mindennapi tanácsokat. Jön. Azért hagytam a végére, mert ami eddig elhangzott, az a szellemhez, lélekhez szólt, most szólok a testhez. Koleszterin csökkentő gyógyszereket szednek-e kigyelmetek? Csak úgy bólincsanak. Ó, elég sokan. És mennyi itt a koleszterin null felső határa, amit a laborba jeleznek. Tessék bátran mondani, itt a... mennyi? 5 egész. Más? 5 egész, mondta ez a igen szép fiatal hölgy. Ő nyilván nem szedi, mert ő neki még nincs szüksége rá. Mennyi? Ismerik az ilyen árveréseken szokták mondani, hogy 5 először, 5 másodszor, senki többet harmadszor? 6 egész! 6 egész másodszor! 6,5-öt mondott. 6,5 harmadszor. Mennyi? Ugye halkan szól 7,9. Még egyszer. 7, 8, 7, 9, az alsó határ is van, az 3,9. Ha mégis lenne orvos, elárulom,
hogy az Amerikai Egyesült Államok vezető klinikája, Los Angeles intézet 5 amerikai klinikával és a világ 20 érelmeszesedéssel, koleszterin anyagcserével foglalkozó klinikái összesen 6673 beteget vizsgáltak meg. Olyan módszerekkel, amit jószerével az itt ülő orvosok se hallottak, mert azt mondom, hogy a koszorú ér betegséget IVUS-szal vizsgálták, az micsoda? Hát úgy van írva, hogy IVUS, ugye hülye angolok, bocsánat. Tehát az angolok, ugye, meg a sokan mások másképp ejtik a szót, mint le van írva. Ezért már hálásnak kell lenni az Istennek, mert magunknak nem kell gondolni, hogy kell kiejteni, betű, szótak, szó, úgy, ahogy le van írva. Hanem mi ez az IVUS? Az angolok még azt is kitalálták, hogy új szavakat alkotnak jelen esetben 4 szóból. Ez a 4 szó intra, vazál, ultra, sound. Így jön ki az IVUS, kimondva IVUS. IVUS. No, mi a fene lenne ez? Nem hiszem, hogy sokkal többet tudnak azzal, hogy megfejtettem az angol szavakat. Magyarul is elmondom, hát ha valaki megfejti. Intra az belső, magyarul éren keresztül, katéterrel, ultrahang kibocsátással állítják elő a képet. Képzeljék el, a koszorú erek 1,5-2 milliméteresek. Vékony katéterrel bemegyünk a koszorú érbe, a koszorú ér katéter végén vagy egy ultrahangfej, és a kibocsátott ultrahang, a visszaverődés, ahogy jön a számítógép, képet készít. Ma már így nézik meg a babát az édesanya méhébe, ezért már idejekorán tudják, hogy lány vagy fiú lesz. Így nézik meg a szíved belülről, de a 1-2 milliméteres érbe is olyan képet kap, mint az akteleki cseppkő barlangba megy előre, és nézi a kisforsót, megvan, nézd, ott van egy mekkora mészkő, nézd, ott a koszorú éren mekkora mészcsomó van. Ezen kívül a nagyobb ereknél, CT-ről már hallott a komputertomográfia, MRI, mágneses rezonancia imaging kép, és ennek a két módszernek a PET-tel, a pozitív emissziós tomográfiával való kombinációja minden érve pontosan meg tudjuk mondani, mekkora a folt, milyen vastagságú, milyen állapotú. És ez a vizsgálat, emlékeznek? 6673 beteget vizsgáltak meg. 2410 kaptak koleszterin csökkentő gyógyszert, a többiek nem kaptak. Eredmény? A koleszterin csökkentő gyógyszereknél egyértelmű, hogy magasabb volt a meszesedés nagysága, a folt nagysága, a meszes folt vastagsága, méztartalma és az úgynevezett hirtelen kialakuló szívhalál majdnem 50%-kal növekedett. Szintén, ha van rejtőzködő kolléga, legyen olyan kedves, 2012. novemberében jelent meg a Diabetes Care-be, ott a cukorbetegséget vizsgálták, hogy szedték, meg nem szedték a gyógyszereket. Aki ilyen gyógyszert szed, nem volt cukorbeteg, 48% valószínűséggel kialakul a cukorbetegség. Egy pillanat. Hogy van ez? Mert a gyógyszerek, a legjobb gyógyszernek is van mellékhatása. Az orvosnak mérlegelni kell, hogy az előnyös hatást, a gyógyító hatás miatt vállaljuk-e a mellékhatást. Hát
a modern gyógyászatban csodálatos gyógyszerek vannak, az aktív védőoltástoktól kezdve a helyesen alkalmazott antibiotikum életet menthet. A gyógyszerek nagy része kiváló, ha jókor, időben és megfelelő módon adjuk. De ugye az antibiotikumot is, ha fölöslegesen adjuk, elveszti a hatásosságot. Emlékeznek? Van egy népmese, amikor a kis juhászgyerek fönt a hegyről lekiabál a falu, hogy farkas, farkas, farkas. Fölrohannak, nincs farkas, mosolyog a gyerek, hogy jól átvertem a falu népét. Másodszor is kiabál, farkas, farkas. Fölrohannak, megint nincs farkas. Kétszer adtunk már antibiotikumot fölöslegesen. Harmadszor, amikor jön a tüdőgyulladás, amikor jön a gyenyvérűség, hiába adjuk az antibiotikumot, hiába kiabált a kis pásztor gyerek, mert senki nem ment föl. De a koleszterin csökkentő gyógyszerek fő hatása ellentétes, mint amit állítanak. Elmondom szintén saját élményem, amikor kint voltam Amerikában, ahogy mondtam, a feleségemet itthon hagytam, szerencsétlen orvosnőként, és de a két gyerekkel én meg mentem megváltani a világot. A férfi ember ilyen, az mindig meg akarja váltani. Az asszonyok leginkább csak a gyerekeiket, meg a családjukat, a férfi az, nézzék meg a politikusokat, ez mind polgármester úr is meg akarja váltani. Ott megy elől, aztán a felesége hiába várja, mert hivatal, meg jöttek fölülről, meg alulról, meg oldalról. Első a hivatal. De kimentem tudóskodni, de ugye enni nekem is kellett. Férfi ember mit tud főzni? Bátran tojást. Azt. És sütni? Tojást. Az már komoly. És valami kombinált étel, akkor a hemendex, ugye, sonkatojással, szalonnatojással, kis hagymával. Hú, az már bonyolult. De fölütöttem a tojást, és nézem, hát mondom, hol van ennek a sárgája. Nézem, ilyen fénél, volt valami halvány, okker sárga szín. Elmentem a piacra, mert még akkor ugye elmentem a piacot, kendős nénikék az otthon, tyukocskák, kapirgató csirkék tojásait árulták, hát az is olyan volt. Most ha elmennek a piacra, vagy argentin, vagy lengyel tojást kapnak, úgyhogy ugyanolyan. És megyek a kollégáimhoz, milyen tojásatok van nektek? Mondták, hogy tojás, a tojás az koleszterin, az méreg. Hát mondom, de eszitek? Hát látom, hogy reggelire, szinte minden reggelire azt eszitek. De jön a professzor. De ez nem olyan tojás, ez genetikusan módosított csirkék tojják, és addig módosították a genetikát, még ilyen halvány, okkersárga, mert akkor kevesebb benne a koleszterin. Az előadás elején be kellett volna mutatkoznom. Én paraszt gyerek vagyok. A családom 500 éven keresztül egy területen túrta a földet, és hullajtotta verítékét, időnként a vérét. Azért, mert egyetemet végeztem, azért nem kell meghűlni. És ez nem vicc. Mert mit mond a paraszt gyerek? Mert a tudós mit mond? Mutassátok, hogyan alakítottátok ki ezt a genetikai vonalat? És a paraszt gyerek rákérdez. Mit kérdez a paraszt gyerek? Hát miért van a tojás? Abból szülessen a kis csirke, nem? Kérdés, milyen kis csirke születik ebből a tojásból? Professzor, ó, ebből semmilyen. Hát ez étkezési tojás, te hülye amerikai. Ugye a lényegét veszíti el. 1984. júniusában elhozták nekem az amerikai nőklapját, ugye abból a
okoskata válaszol, meg orvos válaszol Magyarországon, a Nőklapja, ott pedig a Time magazin, elhozták a Time magazin, a címoldalon egy serpenyő, két tököltojás a szem, és egy kóbászka, úgy, mint a bajszom, ilyen lekonyuló, hogy aki tojást eszik, az fúj, koleszterin, meg fog halni. Belül az újságban híres professzorok írták, hogy a tojás az méreg. Akkor még lenne egy kérdésem. Orvos nincs, és újságíró van önök között? Nincs? Ha van, akkor szóljon, mert finomabban fogalmazok. Soha nem vagyok durva, de még finomabban fogalmazok. Képzeljék el, még egyszer, 1984, 1999, ugyanaz a Time magazin a címoldalon mit hoz? Serpenyő, tükörtojás a két szem, a kóbászkát lecserélték. Sárga dinnye, hészelt, hogy ilyen vigyori legyen. És mit írnak azok a tudósok, vagy azok tanítványai a tojásról? Na mit? Hogy nemhogy lehet enni tojást, hanem kötelező, sőt, minimum naponta kettő, de inkább hármat. 15 év alatt semmit és hármat. Mi az igazság? Hol van az igazság? Arany középen. Tojást kell enni, mert ha nem viszik be a koleszterint, a koleszterinünk kétharmad része a szervezetünkbe termelődik. A többit be kell vinni. Tojás, szalonna, ott van kint, sonka. Bizony, csak ne legyen benne mi? Kémiai méreg. A só nem méreg. Azt is mondják, hogy nem szabad sózni az ételt. Ugye? Mert magas lesz a vérnyomás. Elárulok egy titkot. Ha nem fogyasztanak elég sót, akkor lesz magas a vérnyomás. Mi a gond? Mert az igazság része ott van. Régen a parasztember, amikor elment aratni, este letette az üngöt, fölakasztotta a szögre a konyhába, másnap reggel az hófehér volt. Az izzadságtól ott volt a só. Mi a gond? Nem izzadunk. Mert a só viszi ki a rossz anyagokat a bőrön keresztül, meg sterilizálja a bőrt. Hát a sóba teszik a sólébe a húst, abba pászolják, csak só lé van benne. Ja, hogy a sót összekeverték, a nátriumkloridot, a káliumkloriddal arra hivatkozva, hogy a pajzsmirigynek kell a jód, és káliumjodidot tettek a sóba, és a kálium, az elemi kálium, az micsoda? Az elemi kálium méreg. Én minden szívet kálium injekcióval állítottam meg. A profi gyilkosok csak káliummal ölnek. Nincs idő rá, hogy megmagyarázzam, hogy hogy lehetséges ez. A kálium minden esetre könnyű megjegyezni, a sejten belül 20-szor magasabb a kálium, mint a plazmába, amiből nézik az önök kálium tartalmát. Tehát 100 egység, ez meg 5, ebből következtetek a sejtre. Nem megy. A sejtből is meg lehetne határozni, miért nem határozzák meg? Nagyon érdekes kérdés. Minden esetre a elemi kálium méreg mégis szükség van, különösen a vízhajtó szedők, aki furoszemidet, furon szed, annak szüksége van káliumpótlásra. Hitler annak idején nem volt elég a fiatal generáció, ezért a középkorúakat is besorozta, de ritmuszavarok, meg mindenféle gondok voltak, és azt mondta a német tudósoknak és a magyar Richter Gedeon gyógyszerlány tudósainak, hogy keressék meg az okát és tegyenek róla, hogy ez megszűnjenek ezek a bajok, hogy besorozhassák a német középkorú embereket. Ekkor dolgozták ki, figyelem, a Panangin. Panangin.
kálium, nátrium, aszpartát. Itt, és rögtön meg fogják érteni, mi a különbség, meg mi a gond, az elemi kálium, az a plazmában mérgezést okoz. Budapest körül megtermelik a táplálékot. Bőség van. Pesten szokták eladni az árut. Igen ám, de vesztegzár veszi körbe Budapestet, kint belefulladnak a sokba, belül meg éhen halnak. Mert mi hiányzik a rendszerből? Hát aki beviszi Budapestre. A vivőanyag. Ezt fedezték fel ezek a tudósok, és ez van a Panangin-ban. Tehát elemi káliumot soha Panangin formájába vegyék be a kálium-magnézium pótlást. Cukorbetegség. Kettes típusú cukorbetegség. Ez nem betegség, ez diétahiba. 100 évvel ezelőtt század annyi répacukrot fogyasztottak, mint manapság az emberek. Nincs annyi pénz a bankban, amit apánktól örököltünk, ha állandóan kiveszünk, és nem teszünk be, elfogy minden pénz. Jó hírem van. Koleszterin, magas vérnyomás, cukorbetegség, a test gyógyítása, egy univerzális gyógyszer van. Ugye a lélek és a szellemnek a szeretet, és a testnek a mozgás, de nem akármilyen mozgás. A jogg király, aki joggolt, az amerikai úriember, az joggolás közben kapta az infarktusát, és ott halt meg. Jane Fonda ilyen vékony volt, ugrált. Infarktus kapott. Idős ember ne ugráljon. Idős ember gyalogoljon. A fiatal is gyalogoljon. Mert ez a gyenge gerinc, elpuhultunk, ülünk, állunk, nem mozgunk. Ahogy zökkenünk, a gerinc olyan, mint egy S betű, és rugózik. De a rugó kis betétei a porckorongok. Elég egy rossz mozdulat, a porckorong kidomborodik, és már is nyomja, és fájdalmat okoz az ideggyököt, akár a derék, akár a csípő, akár elő, akár hál, ízsiász, ahogy mondják. Gyalogolni. A végéhez érkezünk, ugye, mert az idő már bőven túl vagyok az egy órán, de nagyon fontos dologra meglepetés van. Gyalogolni, mert gyaloglás során a lábszár izomzatba, ha nem megyünk gyorsan, nem kapkodjuk a levegőt, a fiatal ember gyorsabban, mert az idős, 85 éves, két mankóval csak úgy araszolgat. Az a lényeg, hogy használja a lábszárizmot, mondta, meglepetés lesz, egy leptin nevű anyag termelődik. A leptin emészti a koleszterint, égeti a cukrot. Olyan betegek is meggyógyultak, akik inzulinos cukorbetegek voltak. Igaz, hogy azoknak naponta 5-6 órát kellett gyalogolni, de jó hírem van, 60 évesek, meg az azalattiak, mennyit kell naponta gyalogolni? 2 órát. 70 évesek vannak, itt vannak. Őnekik jó hírem van, őnekik 3 órát. 80 éveseknek 4 órát. És ez nem vicc. Van a világon Nepál déli lejtőjén egy népcsoport. Hunzik vagy hunzák. Számítógépen rá tudnak klikkelni, nézzék meg. Ezek az emberek 105-110 évig élnek átlagosan. Ismeretlen náluk a magas vérnyomás, a szívinfarktus, az agyvérzés és a rák is. De ha nem gyalogolnak, hanem nézik a televíziót, ülnek, az agyuk is eltompul. Einsteinnek a boncolásánál döbbenve tapasztalták, hogy az agyi erek hártyavékonyak, többért pedig csontkeményen elmeszesedett. Agyát használta. Használják az agyukat, a szívüket. És ezzel állítható meg
az ér elmeszesedés. A léleknek a szeretet, a szellemnek a szeretetteljes együttlét, a testnek a mozgás. Szerettem volna annak idején, ifjú koromban megváltoztatni legalább Magyarországon az orvosi esküszövegét. Mert mi Hippokrateszre esküszünk, amikor belépünk az egyetemre először, amikor diplomát kapunk másodszor. Minden nővér, egészségügyi dolgozó hippokrateszi esküt mond, amiben nagyon szép dolgok vannak, a titoktartás, a betegekkel való tisztességes eljárás, de olyan avid dolgok vannak, amit annak idején természetes volt, mert benne van a hippokrateszi esküve, hogy hólyagot nem metszek. Hát az urológus mit csinál? Másnap hólyagot metsz. Tehát minden olyan dolog, ami a tudomány aktuális állapotát magába hordozza, az elavulhat. Mi nem avul el? Az erkölcsi parancsok. 10 parancsolatot meg kellett változtatni Mózes óta? Nem. Maimonides a 12. században orvosként a Rám kódexben jegyeztetett le az ő imája. Ez az orvos imája. Én ezzel fogom befejezni, de van egy kérésem. Ne tapsoljanak. Az én kérésem az, hogy amint befejeztem, akkor fogom kérni, hogy mindenki csukja be a szemét, egy percig legyünk néma csendben, mindenki gondoljon arra, amit legjobban szeretne ebben az életben elérni, aki Istenbe hisz, Istenhez fohászkodik, aki nem hisz Istenbe, az pedig erős akarattal akarom, nem szeretném, akarom, hogy megvalósuljon. Az orvos imája. Mielőtt belekezdenék szent munkámba meggyógyítani a te teremtményeidet, hozzád fohászkodom a te magasságos székedhez, hogy adj nekem erőt, energiát, bátorságot, hogy munkámat teljes hittel végezhessem, és meggazdagodási vágy, valamint a vágy, hogy minél híresebb nevű legyek, ne kápráztassa el szemeimet a helyes út meglátásától. Engedd, hogy felismerjem körülöttem mindazokat, akik tanácsomat jönnek kérni, mint olyan valakitől, aki nem tesz különbséget gazdag barát, vagy embergyűlölő, rossz vagy jó között. Add, hogy a bajba lévő emberben csak az embert láthassam. Ha nálam nagyobb tudású orvosok akarnának közelebb hozni tudásokhoz, éles látásokhoz, adj nekem erőt, hogy tanulhassak tőlük, mert az orvosi tudománynak nincs határa. Csak az igazság fénye vezérre érnek. Koleszterin. Nátriumklorid, só. Tehát csak az igazság fénye vezérelje engem, mert a legkisebb engedmény az orvosi tudománytól szörnyű szerencsétlenséget és betegséget hozhat teremtményeidről. A tiszta lelkű igazak nem panaszkodnak a rosszra, hanem erősítik az igazságot. Nem panaszkodnak a hitetlenségre, hanem erősítik a hitet. Nem panaszkodnak a tudatlanságra, hanem fokozzák a tudást. A 10 parancsolat helyett Krisztus eljött, és elhozta az örömhírt. És azt mondta,
emberek, figyeljetek ide! Ezt a 10 parancsolatot olyan nehéz megjegyezni. Egyetlen egy szót jegyezzetek meg. Egyetlen egyet. Ugye a 3 istenes parancs a kőtáblán? Szeresd Istenedet teljes elmédből, lelkedből. Másik oldalon a 7 etikai parancs. Mi az etikai parancs? A szinkretisták, akik hasonlóan fogalmazták meg a szeretett parancsot, Máté, Lukács, Márk, hogy adta tovább a szeretett parancsot? Szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ezért nem lehet senki öngyilkos. Ez isteni parancs, hogy szeresd magadat. János egy kicsit megnehezítette nekünk a dolgot. Ő hogy emlékszik, hogy adta tovább a szeretett parancsot Krisztus nekünk, a mi atyánkba? Hát a mi atyánkban ott van néhány apró fordítási hiba. De János ezt külön megfogalmazta, a szeretett parancsot. Ő hogy fogalmazta meg? Szeresd fele barátodat, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Hogy szeretett bennünket Krisztus? Föláldozta életét érettünk. Ez az áldozatos szeretet. Szeretet, mozgás. És most próbálják ki a csöndnek az erejét. Csukjuk be a szemünket, fogom az 1 perc leteltét jelezni. És mindenki gondoljon valami fontosra és szépre mostantól.